Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Ez az Oxigén Televízió esti híradója január 26-án csütörtökön. 1500-an sztrájkoltak Győrben az Audi gyárban, 10 éves rekordot döntött meg az influenza vírus Győr-Moson-Sopron megyében, és szoros mérkőzésen szenvedett 66-53-as vereséget az Uni Győr a Fenerbahce ellen a női kosárlabda Euroligában. Szorosabbra fűzi a szálakat a Széchenyi István Egyetem, a Győri ítélőtábla, illetve a Győri törvényszék. A most aláírt háromoldalú megállapodásnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a joghallgatók érdemben is bekapcsolódjanak a bíróságok munkájába. A digitális vállalkozás volt a fő témája a Modern Vállalkozások Program Győri Információs Napjának. A szervezők szerint a cél az volt, hogy bemutassák a vállalkozásoknak a digitalizáció előnyeit. A vártnál előkelőbb helyen végzett az őszi szezonban a Csorna labdarúgó csapata. A Rábaközi együttesnek még a dobogó is elérhető a szezon végére. És marad a hűvös, száraz idő térségünkben a következő napokban is. Adásunk végén jövünk a részletes időjárás jelentéssel. Ezerötszázan sztrájkoltak a győri Audi gyárban csütörtökön délelőtt. A szakszervezet azért kezdeményezte a figyelmeztető demonstrációt, mert a tagok úgy érzik, a vállalat a bértárgyalások során nem veszi figyelembe véleményüket. Az érdekképviselet egységes bruttó 45 ezer forintos alapbéremelést javasolt, emellett pedig azt kérte, a választható béren kívüli keret összegén idén bruttó 600 ezer, 2018-ra pedig 620 ezer forint legyen. Az Audi munkatársai a két órás figyelmeztető sztrájk után munkába álltak, azóta zavartalanul zajlik a termelés. Lőre Péter, a vállalat kommunikációs igazgatója szerint a motorgyártásban okozott kiesést a leállás, de emiatt az ügyfelek kiszolgálásában nem történt fennakadás. Még szorosabbra fűzi a szálakat a Széchenyi István Egyetem, a Győri ítélőtábla, illetve a Győri törvényszék. A most aláírt háromoldalú megállapodásnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a joghallgatók érdemben is bekapcsolódjanak a bíróságok munkájába. A mentori programnak köszönhetően pedig még több ismeretre tehetnek szert azok, akik társaiknál jobban érdeklődnek egy adott terület iránt. Nem új keletű a bíróság és a Széchenyi István Egyetem közötti együttműködés. Az intézmények között már több megállapodás született, most azonban lehetőség nyílik arra, hogy a joghallgatók érdemben is bekapcsolódjanak a bíróság munkájába, hangzott el az aláírást megelőző sajtótájékoztatón. Ez egy közös érdek volt, részben az EJTEB-nek az érdeke is az, hogy egy piacképes joghallgatókat, jogászokat tudjon kibocsátani, meg a mi érdekünk is az, hogy olyan bírósági dolgozókat tudjunk felvenni, aki már képzett, gyakorlott, nem kell teljes körűen betanítani, ismeri az aktát. Beosztásra kerülnek egy-egy bírói tanács mellé, akár civilisztikai, akár büntetőügyszakban, és ott határozattervezeteket írhatnak, felkészülhetnek, ügyekből megbeszélhetik a tanács tagjaival, tehát részt vehetnek a gyakorlati munkába, betekintést nyernek a úgymond a nagybetűs életbe a hallgatók, hogy mi folyik a bíróságokon. Az egyetemen zajló gyakorlatorientált képzésnek jogi területen is egyre nagyobb jelentősége van, és az itt megszerzett ismeretek megkönnyítik a hallgatók elhelyezkedését. Ebben segít a mentori program is. Akik jó tanulók, több irányú szakmai érdeklődésük van, tudományos munkát is végeznek, országos diákköri mozgalomban is dolgoznak, azok számára az ítélőtábla, a törvényszék, a járásbíróság lehetővé teszi azt, hogy hosszabb gyakorlatot folytassanak a bíróságokon. 3 hónap is lehet akár ez a képzés, és ilyenkor egy személyes mentorálás történik majd azon bírók részéről, akikhez hozzárendelik ezeket a hallgatókat. Elhangzott az is, a most aláírt háromoldalú megállapodás a bírák részére is előnyökkel jár, hiszen az egyetem akár publikációs lehetőséget is tud biztosítani számukra, a joghallgatók pedig friss látásmódot is hozhatnak a bírói munkába. 10 éves rekordot döntött meg az influenza vírus Győr-Moson-Sopron megyében. A térségben 100 000-ből 1000-nél is több ember fordult orvoshoz a kellemetlen tünetekkel. Ez csak nem duplája az országos átlagnak. Ráadásul a szakemberek szerint továbbra is növekedés várható, hiszen az elmúlt évek tapasztalatai alapján az év 7.-8. hete környékén tetőzik a vírus aktivitása.
A járvány egyébként főleg a gyerekeket és a fiatal felnőtteket érinti, a betegek 3/4-e 34 év alatti. A sikeres vállalkozáshoz szükség van a digitális világgal való haladásra, ez volt az üzenete a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara Modern Vállalkozások programjának. Az egész napos rendezvény célja az volt, hogy a cégek megbarátkozzanak a digitális újításokkal, és felismerjék, milyen hasznos is lehet ez számukra. Ahogy ma már szinte mindenhez, úgy a sikeres vállalkozásokhoz is elengedhetetlen az informatika, ez volt az üzenete az Iparkamara Digitális Vállalkozások programjának, aminek célja, hogy a vállalkozások megszabaduljanak az informatikai eszközökkel szembeni fenntartásaiktól. Jelentőség igazából ennek a rendezvénynek, hogy bármi, ami az informatikáról szól, hogy rádöbbentsük az embereket, hogy enélkül a mai világban már nem lehet élni. És kivegyük az emberekből azt a félelmet, hogy úristen, mi lesz velünk, mert azt szeretném mindenkinek elmondani, ha valami nélkül nem lehet élni, akkor jobb, ha megbarátkozunk vele. Van olyan korosztály, akinek nem kell megbarátkozni, mert ezzel születik. Van olyan korosztály, mondjuk, mint az enyém, akinek meg egyszerűen el kell fogadni, hogyha az informatikát nem tudjuk a vállalkozásunknak a szolgáltába állítani, akkor egy óriási versenyhátrányt szenvedünk el, és úgy tűnik jelen pillanatban, hogy Magyarország ebben nem áll valami jól, és itt valamit tennünk kell, és segítenünk kell mindenkinek abban, hogy ez a felismerés meglegyen, utána tettek kövessék. Több előadást is végig lehetett hallgatni a digitális lehetőségekkel kapcsolatban, és szó volt arról is, hogy miért érdemes vállalkozásunkban is lépést tartani az informatikával. Az előadásnak egy része arról szól, hogy milyen pénzek állnak rendelkezésre pályázatok és támogatott pályázatok formájában. Egészen nagy pénzeket szállna a Magyar Állam és az Európai Unió arra, hogy az informatikai megoldások azok lejussanak a vállalkozások szintjéig. Először is pályázatokról van szó, második rész az arról szól az embernek rádöbbentése, hogy milyen fontos ez, és a harmadik rész pedig konkrét megoldásról. Vállalatjelentési rendszerektől elkezdve sok minden másról, ami ahhoz kell, hogy a vállalatok jól működjenek és jól egzisztáljanak. A Facebook és a mobil kiegészítve együtt tulajdonképpen most a legütősebb kombináció, amin keresztül egy vásárló fogyasztó elérhető és vállalat számára megvan. Arra pedig, hogy a cégek lépést tartsanak a változásokkal, a saját érdekükben igenis nagy szükség van, hangzott el az előadásokon. Most a modern autóban 100 millió programsoros irányító rendszer van, 100 millió programsor, valami brutális, és még jelen pillanatban ezeket az autókat mi vezetjük. 20 év múlva robot fogja vezetni, azt megint pluszba kell programozni. Tehát ha csak egy közlekedési eszközt veszek, 100 év alatt valami hihetetlen fejlődésen ment keresztül, és ez egyre jobban gyorsul, de ez van az élet minden területén. És hogyha a vállalkozók azt gondolják, hogy ők versenyképes termékeket akarnak létrehozni, akkor ezeket, ha nem használjuk, akkor lemaradunk. A rendezvényen az előadások meghallgatása mellett 14 kiállító aktuális lehetőségeiről is tájékozódhattak az érdeklődők. A vezetés közben, de már indulás előtt is érdemes az átlagosnál körültekintőbbnek lenni az autósoknak, ezt javasolja a rendőrség. A téli hónapokban jóval több közlekedési baleset történik, ezek nagy része azonban kis odafigyeléssel elkerülhető lenne. A csúszós utak miatt ilyenkor télen az átlagosnál több közlekedési baleset történik, ezek nagy része azonban kis odafigyeléssel megelőzhető lenne. Fontos, hogy ezekben a hónapokban már indulás előtt körültekintőbbek legyünk. Elindulás előtt nagyon fontos, hogy a lepárásodott, vagy lejegesedett, vagy éppen hóval takart szélvédőnket, ablakunkat teljes mértékben letakarítsuk, így ezt a kilátásban ugye a jármű vezetőjét teljes mértékben ne akadályozza semmi, úgy induljunk el a járművünkkel. Nagyon fontos még a járművünknek a világító berendezéseinek az ellenőrzése, akár ezeknek a letakarítása természetesen, hótól, jégtől, mert ez is visszafoghatja azoknak az előírt fényértékét. Indulás után pedig a következőkre érdemes különösen figyelni. A téli időjárásban való vezetést sokkal nagyobb odafigyelést igényel, tehát két kézzel fogjuk a kormányt, és több helyen számíthatunk, például hidakon, felüljárókon, erdőkkel szegélyezett útszakaszokon, vagy itt Győr környéken ugye a nagyon sok folyóvízünk miatt egy-egy páralecsapódásos úttestre, ahol ez akár reggelre, vagy akár most már itt a napokban, a napközbeni időszakban is lefagyásokra lehet számítani,
és ezeknél a területeknél bizony jóval odafigyeltebben kell közlekedni a járművünkkel, nem szabad hirtelen kormánymozdulatokat elkövetni, valamint hirtelen fékezni. A balesetek elkerülése érdekében pedig ilyenkor érdemes még nagyobb követési távolságot tartani, mint mondjuk a nyári hónapokban. Nem a Móra Ferenc, hanem a Pálffy Miklós szakgimnáziumba kell beadni jelentkezési lapjukat azoknak a diákoknak, akik a Móra kiadvány szerkesztő technikusi, illetve sport osztályába szeretnének jelentkezni. Az oktatás helyszíne továbbra is a Móra lesz, csupán az adminisztráció kerül át a Pálffy iskolába. A jelentkezési határidő változatlanul február 15-e. A kiadvány szerkesztést gyakorolják a diákok a Móra Ferenc iskolában. Aki a következő tanévben ezen a szakon szeretne tovább tanulni, nagyon kell figyelnie arra, hogyan tölti ki jelentkezési lapját. Aki a Móra középiskolájába szeretne jönni, annak gyakorlatilag a jelentkezési lapon a Móra nevét nem kell feltüntetnie. Miután a Nemzetgazdasági Minisztérium vette át a szakképzést, a helyzet úgy alakult, hogy a Móra iskolában induló két osztályt, a kiadványszerkesztőt és a sportszakgimnáziumi osztályt a Pálffy iskola hirdeti meg. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Móra képzései iránt érdeklődő 8-os diáknak meg kell néznie, hogy a Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Pálffy Miklós szakgimnáziumában milyen kóddal indul el ez a két osztály, és a jelentkezési lapon ezt kell feltüntetnie. A tanulókat továbbra is a Móra pedagógusai képzik majd, és nem változik az órák helyszíne sem. Ez a két profil, amit mi választottunk, ez a kiadványszerkesztés, ami ugye a médiához kötődik hagyományosan, a másik pedig a sport. Tehát ugyanazokat az osztályokat meg fogjuk találni a Mórában a következő tanévben is, mint az előzőekben, csak a jelentkezés módosult annyiban, hogy a Pálffy iskolán keresztül lehet eljutni hozzánk. A változásról a Móra Ferenc iskola honlapján is van sok információ, és itt megtalálható az úgynevezett tagozatkód is, amelyet rá kell írni a jelentkezési lapra. Ennek beadási határideje február 15-e. Több százan emlékeztek meg szerdán este Győrben a veronai busz tragédia áldozatairól. A gyertyagyújtás az egyik közösségi portálon szerveződött a Városháza elé. A vasárnap történt tragédiában 16 magyar halt meg, amikor buszokkal egy hídpillérnek ütköztek Olaszországban. Többségük a budapesti Szinyei Mersepál gimnázium tanulója, akik sítáborból tartottak hazafelé. Emelt fővel hagyhatta el a pályát a CMB Cargo Uni Győr a világsztárokkal teletűzdelt Fenerbahce otthonában. Jól kezdtek a győriek, az első percekben még vezettek is Isztambulban. A forduló pont az első félidő végén következett be, ekkor a törökök egy 14-2-es rohanással átvették a vezetést. A nagyszünet után aztán a hazaiak tovább növelték előnyüket, amivel eldöntötték a meccset. A győrieknek azonban így sincs oka a szégyenkezésre, végül 66-53 arányban maradtak alul. A csornai labdarúgók villámrajtot vettek az őszi szezonban, majd egy kis formahanyatlás következett, de így is előkelő helyen zárták az őszi szezont. Egy jó folytatással akár az MB3-as dobogó is elérhető közelségbe kerülhet a rábaközieknek. A felkészülés felénél az Alkufer kupán is megmutatták, mire képesek, akár teremben is. A csornai csapat a labdarúgó MB3 nyugati csoportjának 6. helyén áll, jelenleg itt töltik a téli szünetet. Az együttes az Alkufer kupán mutatott játékkal és az itt megszerzett 7. helyel is jelezte, jó állapotban várja a bajnoki szezon folytatását. Maximum egy ember érkezése várható még, a keretünk az kész, hisz együtt tudtunk maradni az őszi csapathoz képest. 2-3 ember cserélődött ki, de én úgy gondolom, hogy a Szabó Bencével meg a Zámbó Bencével erősödött a keretünk. Ha nem lesz, elkerülnek minket, ugye, mert azért behatároltak a lehetőségeink, de az a 16-18 játékos, aki a felnőtt csapat rendelkezésre áll, az mindenféleképpen egy erős keret. Ha elkerülnek a sérülések, meg az eltiltásuk bennünket, akkor szerintem nem lesz problémánk. A csapat szeretne olyan rajtot produkálni a bajnokság második felében, amilyet az őszi szezonban is láthattak tőlük a szurkolók. Ehhez azonban még több mint 3 hét felkészülés áll a csapat előtt. Nagyon-nagyon keményen dolgoznak a srácok, nagyon jól csinálják, igazából 3 héten vagyunk túl. Maradéktalanul meg vagyok elégedve a munkájukkal. Hát ha ugyanígy fognak dolgozni továbbiakban, akkor mindenféleképpen szép tavasz elé fogunk nézni, hisz a játékos keret az nagyon-nagyon jó MB3-as szinten. Ha fizikálisan rendben lesznek, már pedig én úgy gondolom, hogy rendben lesznek, akkor biztos, hogy sikeresek leszünk tavasszal.
Arába Köziek a tavaszi szezont két nehéz idegenbeli mérkőzéssel fogják kezdeni. Először Cseperre látogatnak, majd egy héttel később a Videóton 2 ellen kell bizonyítani a felkészültségüket. Az Audi Eto KC is csatlakozik a Plüss Macit minden mentőautóba elnevezésű akcióhoz. A klub arra kéri a szurkolókat, hogy a Ljubljana elleni BL mérkőzésre mindenki vigyen magával egy plüss játékot, amiket a találkozó szünetében a félidő legelején egyszerre a műsorközlő vezényletével dobjanak majd be a pályára. Az akcióban összegyűlt macikat az országos mentőszolgálat kapja meg, akik az első segélynyújtás után a mentőautóban egy plüss macit adnak a gyermekeknek, hogy azok meggyomódjanak. Szorosabbra fűzi a szálakat a Széchenyi István Egyetem, a Győri ítélőtábla, illetve a Győri törvényszék. A most aláírt háromoldalú megállapodásnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy a joghallgatók érdemben is bekapcsolódjanak a bíróságok munkájába. A digitális vállalkozás volt a fő témája a Modern Vállalkozások Program Győri Információs Napjának. A szervezők szerint a cél az volt, hogy bemutassák a vállalkozásoknak a digitalizáció előnyeit. A Vártnál előkelőbb helyen végzett az őszi szezonban a Csorna labdarúgó csapata. A Rába Közi együttesnek még a dobogó is elérhető a szezon végére. Tömördi Szabina már itt is van velünk a stúdióban, elhozta nekünk a programajánlót. Szia Szabina, miből választhatunk pénteken? Szia és köszöntöm a kedves nézőket! Kultfilmklub Moson-Magyaróváron, szórakozás és kultúra ingyen. A filmklubban az ezredforduló filmművészetének megkerülhetetlen alkotásait lehet majd megnézni Kultfilmklub pénteken 8 órától a Fehérló közösségi házban. Aztán augusztus Oklahomában, Győrben a történet egy árva indiánról, egy alkoholista apáról és egy gyógyszerfüggő anyáról szól. Az egyszerre krimi, családi dráma és vígjáték, vagyis az augusztus Oklahomában, pénteken 7 órától a Győri Nemzeti Színházban. A Melház színpad ajtaja is nyitva lesz. A Halpern és Johnson egy megrendítő, olykor melankólikus vígjáték barátságról, boldogságról, egy szóval az életről szól. Az előadás Trokán Péter és Székely József tolmácsolásában 7 órától kezdődik a Melház színpad deszkáin. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a hét hátra levő részében. Marad a télies hideg időjárás a hét utolsó napjain is. Péntek reggel mínusz 3 és mínusz 7 fok közötti hőmérsékletre számíthatunk, több helyen azonban megélénkül az északi-északnyugati szél is. Napközben aztán változékony időjárás várható, helyenként a felhők mögül előbújik a nap, csapadék azonban nem valószínű. Maximum mínusz 1 fokig genyhül a levegő hőmérséklete. Estére is hasonló időjárást jósolnak a meteorológusok, mínusz 1 és mínusz 5 fok között alakulnak a csúcsok. Szombaton túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk észak-nyugat Magyarországon az előrejelzések szerint. A napsütés ellenére azonban jelentős enyhülés nem várható. Vasárnap is marad a csípős hideg, a leghidegebb órákban akár mínusz 10 fokig is süllyedhet a hőmérséklet, és többfelé kell ködre, köcitálásra számítani. A következő hét is csapadékkal kezdődik, eső, havas eső, ónos eső is érkezhet hétfőn a térségbe. Kedves nézőink, Önök az Oxigén televízió műsorát látták január 26-án csütörtökön. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híradóval legközelebb holnap este 7 órától várjuk majd Önöket ide a képernyők elé. Tartsanak velünk akkor is, jó éjszakát kívánok a viszontlátásra! Thank you.